Köszöntöm Önöket újra itt a Weekend, a Kölcsei Televízió kulturális magazinja. Az ünnepvárás hangulatában telik mai adásunk is. Itt lesz velünk Tamás Attila, a Vikár Sándor Zeneiskola igazgatója, aki az intézmény közelgő karácsonyi koncertjének programjából ad ízelítőt. Mint minden évben most is lesz állatok karácsonya a nyíregyházi menhelyen, Novák Éva telephelyvezető érkezik hozzánk. A téli madáretetés legfontosabb tudnivalóiról is szó lesz, és megmutatjuk Nyíregyháza legfiatalabb orrszarvúját. Játékunk is van ezen a héten. Arcmasszást sorsolunk ki Kósa Anett kozmetikus felajánlásával. Játékkérdésünk pedig, milyen szólásban szerepel a luca széke kifejezés? A válaszokat az erről szóló Facebook poszt alá várjuk, a helyes megfejtők tehát arcmasszást nyerhetnek. Tartsanak velünk, kezdünk! Karácsonyi koncertre látogathatnak a Vikár Sándor Zeneiskolába december 17-én. Klasszikus zenei hangulatú koncert. Meglepetéseket is tartogat majd a közönségnek, méghozzá a mai korzeneiből. Vendégem Tamás Attila, intézményvezető. Jó estét kívánok! Jó estét, köszönöm a meghívást! Ez minden esetben úgy van egyébként, hogy egy zeneiskolának az igazgatója azért maga is zenész, szintén zenész? Igen, ennek van egy jogi környezete, azért amilyen típusú intézményben tanít az ember, azért ott valamilyen odaillő szakképzettséggel rendelkezni kell. Úgyhogy aki a zeneiskolában pedagógusként dolgozik, az valamilyen hangszeren mindenképpen játszik. Úgyhogy én is így ebbe a körbe tartozom. Általában ugye, hogyha zeneiskolára gondolunk, akkor a klasszikus zenei képzésre gondolunk. Persze aztán utána azért mindenki megpróbál, azt gondolom, hogy különböző műfajokban is jeleskedni, vagy legalábbis kipróbálja magát, de azért amikor még egy hangszert a kezébe vesz, akkor azért ugye jó, hogyha az alapoktól és a klasszikus zenétől kezdi. Lehet azt mondani, hogy igazándiból mindennek a melegágya az a klasszikus zene? Hát én úgy gondolom, hogy a magyar zeneoktatás azért nem hiába világhírű, és az az elméleti vagy gyakorlati tanulmány, amit ők a zeneiskolán belül elsajátítanak, az természetesen a klasszikus zenére épül. Mert ott lehet igazán mindenféle képességet, készséget, a zene megszólaltatásának módszereit és módjait úgy megtanulni, hogy aztán az bármilyen más műfajban használható lesz. Én úgy gondolom, és ezt mások is mondják, akik így zenélnek, hogy aki klasszikus zenéből indul, akkor neki könnyebb, ha megvannak az adottságai, egy másik műfajban jeleskedni, mint hogyha valaki egy könnyedebb műfajba kezd, akkor neki nagyon nehéz esetleg klasszikus zenésszé válnia, vagy azt játszania. Úgy azért elképzeltem, hogy mondjuk egy heavy metal zenekarból milyen lehet mondjuk Chopint játszani. Hát fordítva nehezebb az út szerintem. Aha, de nincs lehetetlen. Most viszont kanyarodjunk akkor a 17-ére. Sokan egyébként csak kifejezetten a karácsonyi időszakban mennek koncertre, vagy azért, mert nem érnek rá, vagy azért, mert ilyenkor tudnak egy picit talán úgy lelassulni, és érzik szükségét, hogy az ünnephez valamit hozzátegyenek, és ahhoz ugye egy ilyen klasszikus zenei koncert, azt gondolom, hogy egy nagyon jó ötlet például. Mi lesz itt a Vikár Sándor zeneiskolában, mivel készültök? Milyen meglepetésekkel? Az előzményekhez hozzátartozik, hogy ilyen nyilvános karácsonyi koncertet még nem tartott az iskola. Itt voltak a bezárások, azért az eléggé megviselt minket is, viszont voltak olyan pillanatok, amikor igaz szülői belépés nélkül, de azért volt belső karácsonyi vagy évvégi koncertek, tanulói hangversenyek. Viszont rájöttünk arra, hogy sok helyre elhívják az iskola egy-egy formációját. Viszont összességében az, hogy a városlakók, vagy azok a klasszikus zenei, vagy akár zenei kedvelők egy olyan komplex műsort lássanak, ahol a zeneiskola tanárai és növendékei együtt játszanak külön-külön, és itt azért szólótól kezdve a kamarazenéig, a nagyzenekari összeállításig minden meg fog szólalni, és hát műfajilag is itt lesz a népzenétől kiindulva egy picit az egyházi zené felé fordulva a gerincét a klasszikus zene fogja jelenteni, de természetesen azért lesznek egy picit modernebb dallamok is, amik felcsendülnek.
Ahogy említetted, akkor zenészek, vagy tanulók, tehát kis padavanok és mesterek lépnek majd a színpadra, tehát gondolom, hogy azért itt egy olyan koncertre kell készülni, tehát amikor már valaki azért, ha nem is virtuóza a hangszerének, de te egy jó pár éve zenél, ugye? Hát természetesen azért ezeken a reprezentatív koncerteken azok a tanulóink lépnek fel, akik akár egyéniben, akár valamilyen formációban jeleskednek, és nem csak azért, mert mi ítéljük így, hanem országos versenyeket, különböző megméretetéseket nyernek meg, ők fel foglak lépni ezen a hangversenyen. Lesznek, amik csak tanári produkciók lesznek, de hát azért egy nagyon szép lélekemelő dolog a fellépőknek is, és a hallgatóságnak is, amikor a mester és tanítvány együtt tud zenélni. Azt gondolom, hogy vagy amikor egyébként mondjuk családokból testvérek vagy szülők, tehát hogy az egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor együtt állnak a színpadon. Milyen különleges hangszerek lesznek például ezen a koncerten? A zeneiskola valamennyi tanszaka részt fog venni. Az azt jelenti, hogy itt a zóló zongora számtól kezdve, az ütős produkciótól kezdve, ténylegesen a vonózenekar és a fúvózenekarunk együttes játékáig egy ilyen építkezés fog zajlani, úgyhogy a végén azt hiszem, hogy mindenki úgy fog elmenni, hogy szinte katarzis élménye lesz, legalábbis erre számítunk. Azért mondom, mert ez a tapasztalat. A házon belüli ilyen zárt körül koncerteknek volt egy olyan belsőséges hangulata, ami azt nem is tudom milyen szóval fejezem ki, de úgy mentünk haza, hogy ez egy építő jellegű volt, és azt mondtuk, hogy ezt meg kellene mutatni, hogy mások is részesüljenek belőle, ne csak mi. 17-e szombati nap. Igen. Van arra esély, hogyha valaki mondjuk nem készül elő, csak oda megy, akkor még tud jegyet venni? Így van, természetesen. Remélhetőleg mindenki el a nézőket, be fog férni, igen, az előadótermünkbe. Még annyit szeretnék megjegyezni, hogy azért vendégünk is lesz. Gulyás Attila a Móricz Zsigmond Színházból érkezik hozzánk, aki hát fantasztikus ének hangja van, viszont én direkt felkértem, hogy a prózai színészetéből is mutasson valamit, mert az is egy nagyon különleges dolog. Úgyhogy ő fog nálunk vendégeskedni, és hát a Kölcsey Televízióból jól ismert Kovács Kriszta vállalta föl, hogy mint házigazda majd azért az eseményeket tovább körtíti. Egyébként Kriszta is jeleskedik többek között versmondásban, úgyhogy akár lehet, hogy még ő is megcsillantja ebéli tudását. Minden esetre úgy gondolom, hogy egy igazi kis zenei különlegesség lesz, ez egy hatalmas nagy csokor, amit a nézők már előre betehetnek így, mint emléket, majd később a karácsonyfa alá, hogy milyen jó is volt. Hát az időnk az sajnos nagyon elfogyott, Attila, gondolom, hogy a jövő évre is készültök gőzerővel, és azért hál' Istennek most már van lehetősége a tanítványoknak versenyeken részt venni. Lesznek 2023-ban olyan nagyobb országos versenyek, megmérettetések, amire készülnek a diákok? Igen, már voltak is ebben az évben, a vonós tanszakunk szerepelt nagyon szép eredményekkel, és a következő évben lesznek online versenyek is, ahol most az énekeseink készülnek, de lesz nemzetközi találkozó is márciusban, sőt, Izellomba is elhívtak már minket, úgyhogy nem csak hazai, hanem több nemzetközi szintéren is fogunk megmutatkozni és szerepelni. Na hát jó egészséget és nagyon sok sikert majd a jövő évre, erre az évre pedig jó kellemes közönséget, nagyon szép estét és nagyon boldog karácsonyt kívánok. Köszönjük szépen, és szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen. Kedves nézők, Nyíregyháza belvárosát minden évben ünneplőbe öltöztetik az advent idején. A következő percekben az adventi forgatagban készült felvételeket láthatják. Thank you.
Idén is lesz állatok karácsonya a Nyíregyházi Mellhelyen, a bevált recepten nem változtatnak a szervezők, nem csak finom ételek, hanem lelki táplálék is várja az ideérkezőket. Vendégem Novák Éva, a Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány telephelyének vezetője. Szia Éva, jó estét! Szia. Hát akkor bevált ez a recept, ugye? Igen, évről évre visszatérünk a szokásos dolgokhoz, úgyhogy ami nagyon bejött az embereknek, igazából ezen az egy napon próbálunk egy kicsit visszaadni abból a rengeteg szeretetből és kedvességből, amit egész évben kapunk, illetve támogatásból. Nyilván nem tudunk sok-sok ezer embernek külön-külön ajándékot adni, de ez egy olyan nap, amikor összegyűlnek ugye a látogatóink, illetve sokan messzebbről és örökbefogadó családaink meglátogatnak minket örökbeadott kutyákkal, mi pedig próbálunk egy kicsit kedveskedni. Idén is ugye a szokásos lángos, forralt bor, tea és zsíros kenyér kombóval készülünk. Nagyon jól szokott sikerülni egyébként ez a rendezvény, élvezni szokták az emberek nagyon. A kutyusok érzik, hogy valami fog történni ilyenkor? Abszolút. Abszolút érzik egyébként. Már az etetés után érződik egyébként, hogy sokkal izgatottabbak, ahogy érkeznek a látogatók. Szerintem rajtunk is érzik egyébként, hogy valami lesz. Uh-huh. És azért hozzá vannak ehhez szokva, hogy időről időre egy-egy ilyen rendezvény alkalmával pontosan tudják, hogy ilyenkor mindenki kimehet egy hosszabb sétára, van, aki többször is. Úgyhogy nagyon, nagyon jól viselkednek, nagyon várják a látogatókat, és nagyon, nagyon kedvesen fogadják őket. Hány kutyus várja azt, hogy esetleg nem csak egy jól sikerült séta, hanem egy hosszabb kaland indul el az életében, mert mondjuk örökbe fogadják? Hát a szokásos létszám az most is megvan, egy ilyen 180 kutyával és 60 macskával dolgozunk jelen pillanatban, úgyhogy igazából majdnem mindannyian már most költözhetnének családba. Nyilván vannak sokan, sajnos ugye az ősz közelettével rengeteg súlyos baleset történik, tehát vannak, akik még ugye a lábadozási időszakot töltik, igen, műtétek után, de egy néhány hét múlva már ők is reményeink szerint mehetnének, aztán meglátjuk, hogy sikerül. Most így karácsony előtt ugye nagyon sok olyan videó kerül fel közösségi oldalakra, és nem csak ugye a ti alapítványotokra gondolok, hanem sok-sok kutyusokkal, cicákkal foglalkozó Mellhely, vagy mentéssel foglalkozó alapítvány, és sokan azért azt írják, hogy óriási bajban vannak, tehát gyakorlatilag egy-egy doboz konzerv is a túlélést jelenti. Hogy álltok ti? Mi mindenre lenne szükség az idei karácsonyfa alá a kis jószágoknak? Én azt gondolom, hogy a válság az mindenkit érint, nyilván minket is. Sajnos ugye az emberek pénztárcáján is meglátszik azt, hogy kevesebb adomány érkezik. Természetesen megértjük, hiszen mindenki küzdés rosszabb helyzetben van. Igazából a szokásos dolgok mindig nagyon jól jönnek, tehát ugye a száraz táp, konzervek, kölyök és felnőtt tápok, kutyáknak, macskáknak, különféle tisztítószerek, vitaminok, csonterősítők, ezek mindig nagyon jól jönnek. Igyekeztünk egyébként előreállhatóak lenni, és amennyire csak tudtunk, betartalékoltunk. Hiszen olyan nem történhet meg, hogy éhesen marad egy állat nálunk. Úgyhogy kicsit bizakodóak is vagyunk azért a jövővel kapcsolatban, hogy azért talán nem lesz túl nagy baj, de nyilván félünk is egy picit. Azt gondolom egyébként, hogy országos szinten nem állunk rosszul egyébként Mellhelyek tekintetében. A nyíregyházi közönség azért egy elég rendkívül állatbarát közönség, mondhatni azt, és azért nagyon sokan kijönnek hozzánk látogatók, és meg is mozdulnak, hogyha baj van. Ez természetesen nem csak Nyíregyháza, hanem országos szinten, de azt gondolom, hogy jó kis követőtáborunk van, akik tényleg segítenek, hogyha nagyon, nagyon nagy baj van. Azt szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek hogyan nőnek föl, tehát milyen családokban, hogy a szüleik hogy viszonyulnak az állatokhoz, hogy a felelős állattartást mennyire sikerül átadni, illetve olyan óvikba, olyan iskolákba járnak-e, ahol esetleg erről szó van, mert azt gondolom, hogy valahol csak úgy lehet igazándiból ezt a dolgot kezelni, és nem azt mondom, mert azt gondolom, hogy mindig lesz munkátok, de hogy kezelhető legyen azoknak, kutyáknak, a cicáknak a száma, hogyha tényleg aki egyszer vállalja ezt a felelősséget, az nem rakja ki az utcára, vagy nem egy dobozba teszi ki az újszülötteket, mert sajnos még erre is van példa. Vannak olyan esetek, amire még esetleg ti se vagytok felkészülve, vagy annyira sokkoló, hogy ez még megtörténhet 2022-ben? Hát igen, leginkább az emberek hozzáállása, és nyilván nem feltétlenül van kiemelkedő régió, vagy kiemelkedő eset, de sajnos igen, tehát vannak olyan esetek, amik egyszerűen megdöbbentőek, amellett, hogy a tartási körülmények borzasztóak, de ugye maga az állatokkal való bánásmód is, pont egy tegnapi eset, most próbáljuk megtalálni a kutyust, a gazdi meghalt, beköltözött egy másik család, a kutyust kirakták az utcára, ő megpróbál minden erejével visszajutni a régi otthonába, hiszen nem tudja, hogy mi történt vele, és hát az
az új lakók bizony bántják, és erre több szemtanú is volt. Úgyhogy menekül is, vissza is megy, most őt próbáljuk éppen valahogy befogni. Nem igazán értjük egyébként ezt az emberi viselkedést, tehát igazából egy élőlényről beszélünk, akik sok esetben olyanok, mint a gyerekek, tehát nem tudják, nem fogják fel, nem tudják értelmezni a folyamatokat, mi történik körülöttük, egyszerűen csak ösztönvezérelve próbálnak egy kis szeretethez jutni. Úgyhogy igen, a legborzasztóbb szerintem az emberi ridegség, ami sok emberre jellemző, és talán igen, ez annak is köszönhető, hogy mindenki egyre rosszabb helyzetben van, és rettenetesen frusztráltak az emberek, és sok esetben ugye ezt a gyengébeken vezetik le. Igen, és valahol az a szörnyű, hogy egyébként pedig, hogyha egy kicsit az érzékenységüket valamelyest megtartanák, akkor pont arra jönnének rá, hogy ezek a négy lábú kis lények pedig minden erejükkel próbálják az embert egy picit nyugtatni, a cicák dorombolnak, a kutyák bújnak, tehát valahogy gyógyítani akarnak minket is, és hát ugye nagyon sokan ezt nem veszik észre, és pont őket taszítják el. Igen. Tehát azok, akik ott lesznek december 17-én, azok nem ebből a fajtából való emberek, hanem azok, akiknek még a mellkasukban érző szív dobog, és azért mennek oda, hogy a gyerekeinek is átadják ezt a dolgot. Hogyha valaki még soha nem járt, mire készüljön, hányra menjen, mit vigyen magával, mit javasolsz? Minden apróságnak nagyon örülünk, nyilván pénztárca függő, hogyha élelemben gondolkodnak, akkor ugye tápkonzervek, akár egy jutalomfalat is nagyon jó lehet. Nagyon örülünk természetesen a pénzbeli adománynak is, hiszen ezt az állatorvosi költségeinkre tudjuk fordítani. 10 órától kezdünk egyébként, tehát 8 órától mi már ott vagyunk, de ugye etetés, stb. 10-től kezdünk is egészen délután 15 óráig, úgyhogy lehet jönni gyerekestől, nagyon sok gyerek szokott egyébként ilyenkor érkezni, és ennek nagyon örülünk is, hiszen ahogy mondtad, ugye a jövő generáció ennek a tanítása, okítása nagyon fontos, és úgy vesztük is, hogy nagyon szokták élvezni, úgyhogy 10-től 15 óráig érkezzenek bátran, lehet sétáltatni, kutyázni, macskázni, enni, inni, szeretettel várunk mindenkit. Éva, boldog karácsonyt, és kívánom. Ezt simogatás formájában légy szíves, add át annyi kutyának, cicának, ahánynak tudod. Köszönjük szépen. A kutyák és cicák után madarakról lesz szó. Tévhit, hogy a madarak etetés nélkül nem képesek átvészelni a telet. Ennek ellenére valóban segítségükre lehetünk abban, hogy nagyobb zsírraktárat építsenek fel a szervezetükben. Nem mindegy azonban, hogy mit teszünk az etetőkbe, a legfontosabb tudnivalók következnek. Igazából a mi kedvünkért van madáretetés. Közelebb csalogatjuk fel a madarakat, de a madarak, hogyha megnézzük ezeket az ágakat, ezt néhány hete hoztam be, a bokrokon, fákon nagyon sok bogyót, száraz termést találnak, tehát a természetben megélnek ők a mi segítségünk nélkül is. Itt mutatok néhány példát, ugye ez például a csipkebogyó, amit le tudnak csipegetni, vagy a galagonyának a termése, szintén ott szárad egész télen a fákon, de olyan egyszerűek is, mint a díszfaként is ültetett platán. Ez például a tengelicek nagyon szeretik, mert ezeket a kis golyókákat apró kis magokká csípkedik, tehát ez ilyen repítőszörös magokra esik széjjel, és ezeket az apró magokat nagyon szeretik a magevő madarak. Aztán a nyírfának a termése, azt a sorolhatnánk tovább a kökényt, a bodzát és a többieket, tehát tényleg nagyon sok mindent találnak a madarak, viszont ha szeretnénk őket közelebb csalogatni a kertünkbe, gyerekeknek nagyon jó dolga, hogy gondoskodhatnak valamiről, akkor tényleg érdemes megkezdeni a madáretetést. Vagy akkor, amikor mondom, folyamatosan már fagyos az idő, vagy akkor, amikor leesett a nagy hó. Akkor viszont, ha elkezdtük, legyen ez november vége, legyen ez január eleje, majd időjárás függő, akkor folyamatosan etessünk, tehát oda szoktattuk a madarakat, akkor nem árt, hogyha naponta ránézünk arra az etetőre, hogy van benne még mag. Érdemes egyébként nem nagy mennyiségű magot kiszórni, mert akkor piszkolják a madarak. Tehát inkább kevesebbet, és időnként ki kell takarítani azt a madáretetőt, hogy ürülékkel ne szennyeződjön az ennivaló, és akkor inkább naponta, két naponta töltsük fel, hogy ezt megtehetjük. Amivel legjobban érdemes etetni, az az apró szemű napraforgómag, tehát ez a fekete napraforgómag, ezt minden madár nagyon szereti, de lehet vegyes apró magvakat is, amiben van murók, cirók és egyéb magok, tehát ilyeneket is. Majd elmondom, hogy melyik madár mit szeret leginkább. Meg hát meg lehet venni a drágább cinkegolyót is az állatkereskedésekben, vagy az állateledelboltokban.
Azonban erre nagyon vigyázunk, hogy amikor kifogyott, kicsipegették belőle a cinegék, akkor ezt a műanyagot szedjük össze. Mert ez nagyon balesetveszélyes lehet, azon kívül, hogy csúnya is. Beakadhat a madaraknak a lábába, elhordhatja néhány madár fészekanyagnak, és akkor a fiókáknak tavasszal sérülést okozhat. Tehát ezeket a műanyag hálókat, raselhálókat mindenképpen be kell szedni. Na most természetesen a rigókra is gondolni kell. Mutatok is azért egy-két képet, hogy mi állhat az etetőre. Például a fekete rigó az, amelyik nem eszik magot, meg napraforgó magot. Ő ugye mindig az avarban kotorászik és félgek után kutatgat, de hát télen azért túl sok gilisztát nem talál, főleg a befagyott a talaj. Ezért őket érdemes gyümölcsökkel segíteni. Egyrészt vagy korábban tényleg összeszedünk ilyen csipkebogyókat és egyebeket, és lehet ezeket kötegekbe rákötni a madáretetőre. Másrészt pedig egy kicsit ráncosabb, pöttyösebb almát, ha nem használunk föl, akkor ezt nagyon szívesen csipegetik a rigók. Illetve, ha marad egy kis főtt rizs maradék, egy kis főtt krumpli, ami nem nagyon sós, egy kis leves húsból maradt egy pici, azokat is szívesen elcsipegetik, de ezt ne az etetőben rakjuk, hanem az etető alá talajra, főleg, hogyha nincs macska veszély, tehát azért még a macskákat ne etessük rigóval, hogyha nem muszáj. Tehát egyébként én most nagy rigócsapatokat, fenyőrigócsapatokat láttam a hétvégén is almásokban. Nagyon sokszor az apró szemű almát ott hagyják a fa tetején, és akkor csapatokba jönnek az északról költöző rigók, akik nálunk telelnek, és akár 200-300 fős csapatok is megszállják az almásokat, és csipegetik szépen a fán maradó terméseket. Tehát ha van néhány gyümölcsfánk, akkor érdemes a satnyább szemeket eleve a fán hagyni, és akkor nem kell különetet, hanem ezt majd meg fogják találni télen a madarak. Macska ellen viszont védjük az etetőnket, mert azért a macskákat etesse a gazdája, és ne pedig a vadon élő madarakat fogdossa. Tehát, hogyha esetleg lábon áll az etetőnk, akkor érdemes szúróságakkal körbevenni, vagy olyan helyre rakni, ahol kicsit távolabb vannak a sűrű bokrok, hogy a macska ne tudjon lesből támadni. Tehát, vagy hát egyszerűen olyan időszakban, amikor tudjuk, hogy tele az etető madarakkal, akkor csukjuk be a macskánkat. Tehát különböző módszerek vannak. Egy dolgot nem mondtam még el, mert érdekes módon még a felnőttek is sokszor keverik, hogy melyik az etető és melyik az odú. Tehát nagyon fontos tudni azt, hogy milyen egy jó etető, illetve mire való az etető, mire pedig a madár odú. Ezt most itt megmutatnám. Gyakorlatilag az etető bármi lehet. Gyönyörű kivitelezésű, nagyon szép etetőket láttam. A lényeg, hogy fedett legyen, és annyi hely legyen, ahol a magot vagy az egyéb táplálékot el tudjuk helyezni. Igazából a mi örömünkre szolgál, hogyha igazából szép az etető, és mondjuk egész télen nem egy műanyag flakont kell néznünk, hanem egy szépen kivitelezett fából készült etetőt, de egyébként ugyanúgy rámennek, ha egy flakont kiukasztunk és belerakjuk a magot, az pontosan ugyanúgy megfelel a madaraknak. Tehát ők nem válogatósak ilyen szempontból, ez inkább ilyen esztétikai kérdés. Na most tehát ez az etető, ez a konyhája a madaraknak, amit nagyjából itt él, közepétől, elejétől fogva márciusig használunk. Nagyon fontos, hogy időben hagyjuk abba az etetést egyébként. Tehát ezek a madarak általában, például a cinegék is, nyáron inkább rovarokat esznek, a fiókáikat rovartáplálékkal nevelik fel, télen mennek át magevésre. De még a zöldikék is úgy vannak vele, hogy keressék meg maguknak az ennivalót, amikor itt van a tavasz, tehát ne etessük túl őket. Sajnos volt már olyan, amikor a cinegéket tovább etették, és egyszerűen megfulladtak a kis cinke fiókák, mert annyi magot tömtek a csőrükbe, ők még nem tudták rendesen megemészteni, ugye nekik a fehérjedús rovartáplálék kellett volna, hogy bizony-bizony elpusztultak a fiókák. Tehát március közepe fele, hogyha már nincsen komoly hideg, mert ugye volt nekünk azért havasús vétünk is, tehát hogyha természetesen ilyenkor kitolhatjuk az etetést, hogyha olyan a tavaszi időjárás, de ha rendesen megjött a tavasz, akkor hagyjuk abba az etetést, az itatást viszont ne, tehát azt egész évben folytassuk. Oduról akkor egy-két szót, az odu viszont egy madár lakás, mondhatjuk, hogy egy gyerekszoba, amit kifejezetten fészkelésre használnak a madarak. Tehát mi a Sóstóerdőbe is, meg az erdészet több területére raktunk ki mesterséges odú telepeket, és előfordult az, hogy úgy találtuk meg, hogy szalonnát dudostak bele a jó szándékú arra kirándulók. Tehát ez nem konyha. Ugye mi se szoktunk a tévészobába enni, jobb helyen legalábbis, hanem a konyhába. Hát a madarak ezt a fiókáik felnevelésére használják, vagyis fészekanyagot hordanak bele, attól függ, hogy milyen faj, mint mohát, szőrszálakat, esetleg szalmát,
A csúszka az például apró kéregdarabkákat, ezzel ágyaz meg a tojásainak. Ami érdekes, és én inkább azért szoktam már tél végén vagy tavasz elején kitakarítani, hogy ezért a madarak nagy hidegben télen is használják az odut melegedésre. Tehát volt olyan, hogy a nagyon-nagyon komoly mínuszok voltak, és akkor megnézték így alkonyatkor, és 6-8 cinke összebújva ebben az odúban melegedett, és úgy éjszakázott át. Meg hát tavasszal is látszik a nyomokon, hogy bizony ürüléknyomok bőven vannak benne. Tehát aki szeretne odút kirakni, érdemes már ilyenkor ősz végén télen kirakni, hogy akkor is tudják használni, és ha megszokják a madarak, akkor, amikor jön a fészkelési idő, március vége fele, akkor szívesen fognak majd fészekanyagot is hordani bele. Tehát ez a különbség az etető és az odú között, ebbe ennivalót nem rakunk, hanem az etetőbe rakunk mindenféle ennivalót. Ami még aranyszabály, hogy sós dolgokat nem rakunk az etetőbe, tehát sózott szalonnát, sós mogyorót, napraforgót, egy ilyesmiket nem, mindenképpen sótlant. Káros is a madaraknak, meg sokkal szomjasabbak is lesznek rá a téli időszakban, tehát ezt semmiképpen ne tegyük meg. Illetve, hogyha raktunk ilyen ételmaradékot, amit mondtam, hogy lehet is egyébként ilyen rizst, krumplit, ilyesmit, ha nem fogy el, 2-3 napig ott áll, és már látjuk, hogy kezd megromlani, akkor inkább takarítsuk el. Tehát mindenképpen friss legyen az, amit a madaraknak adunk. Ezzel vége a Weekend első részének, a híradó után többek között a luccanapi népszokásokról is szó lesz, maradjanak velünk. Köszöntöm Önöket, folytatódik a Weekend, következő vendégem Farkas Árpád édesapa, alapító elnöke az Autista Gyerekek Szülői Szervezetének, a Most Élsz Egyesületnek, amely a napokban új kötetet jelentetett meg, amelyet itt a kezemben tartok. Szia Árpi, jó estét! Szép jó estét kívánok mindenkinek. Mondhatjuk azt, hogy ez tulajdonképpen szinte a karácsonyfák alá készült, bár én úgy gondolom, hogy olyan hosszú és komoly kutatómunka és hát egy rettenetesen kemény harc, vagy nem is tudom, mi előzte meg, hogy lehet, hogy nem is időzítettétek, hanem csak vártátok, hogy végre akkor meg lehessen ezt a kötetet mutatni azoknak, akiknek a számára segítséget jelent. Az, aki egy kicsit is érzékeny, vagy legalábbis nyitott szemmel jár, az tudja, hogy ma már az autizmus az annyira gyakori, hogy szinte nincs olyan utca, ahol ne élne olyan család, aki valamilyen módon érintett autista gyereket ne nevelne. Én azt szoktam mondani, hogy nincs két autista gyerek, hiszen nagyon különbözőek képességeiket, illetve tüneteiket tekintve, de mégis ugye nagyon-nagyon hasonló tüneteket tudnak produkálni, ami miatt néha az ember úgy érzi, mintha egy egészen más bolygóról csöppentek volna ide, de hát valójában ők ugyanerről a bolygóról származnak és segítségre szorulnak. Árpi, egy picit beszéljünk a könyvről, mert attól félek, hogyha minden másról beszélünk, akkor elfogy az időnk, és éppen ezt a lényeget nem tudjuk kihangsúlyozni. Dr. William Shaw, akinek a nevét olvashatjuk a címlapon, foglald össze röviden, hogy mi az, amiben segítséget tud nyújtani ez a kötet, és miért hiánypótló. Az autizmus egy teljesen más megközelítésről mutatja be. A hazai és a nemzetközi mainstream többnyire az elfogadást súlykolja a szülőbe, viszont ahogy felkonferáltad a műsorban is, világszerte egyfajta járványos szerű emelkedési tendenciát mutat az autistáknak a száma, és ez a kutatókat arra sarkalja, hogy igenis foglalkozzanak a kialakulási mechanizmussal és ennek a befolyásolhatóságával. Az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon sok fehér folt lett az autizmus sötét foltjai között kikristályosodott, és ezeket a fehér foltokat mutatja be a szerző egy pár szerzőtársával keresztül, hogy segítségére legyenek a szülőknek, pedagógusoknak, orvosoknak. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan tudományos bizonyíték, ami egy sok éves vagy évtizedes elfogadott szakmai hozzáállást lehet, hogy egy picit megborít, vagy esetleg azt várják mondjuk azok, akik ezt a könyvet elolvassák, hogy akkor azok, akik nem hisznek ebben, akkor ugyanilyen érveket vonultassanak föl, vagy igazándiból
Hogy érzed, mi a hosszú távú hatása mondjuk annak, hogy ilyen publikációk már napvilágot látnak? Mindenféleképpen sarkalni szeretnénk a hazai tudományos életet, hogy valamiféle erő lépés történjen, hisz az elmúlt 3-4 évtizedben teljesen átalakult az a világnak mindenféle tudományága, az embereknek a hozzáállása, tehát olyan nincs, hogy nem történt változás, igenis értek el eredményeket ezen a területeken is, ezt szeretnénk megmutatni, igen, és ez egy paradigmaváltó könyv. Tehát a tudományos életnek, a hazai szakmai grémiumnak, hát igencsak elgondolkodtató feladatokat adtunk. Tehát tulajdonképpen, hogyha jól értem, akkor dr. William Shaw, illetve a munkatársai azt mondják, hogy az autizmust, illetve a pervazív fejlődési zavarokat biológiai módszerekkel lehet kezelni, esetleg meg is lehet előzni a kialakulásokat? Gyakorlatilag igen. Azt szoktam volt mondani, hogy akár William Shaw professzor, akár ezek a integratív orvoslással foglalkozó tudósok sem a bölcsek kövét nem tartják a kezükben, sem egy újdonsült csodaszert nem akarnak eladni, mivel tele van már a padlás, hanem egyszerűen az autizmusnak a mélyére nézték. A szervezetét elkezdték a gyerekeink szervezetét vizsgálni, és rábukkantak olyan szervezetbeli működészavarokra, anyagcserezavarokra, gasztrointesztinális zavarokra, mitokondriális, metabolikus, és hosszasan sorolhatnám ezeket az orvosi kifejezéseket, milyen zavarokra, amelyek jelen vannak az autistáink szervezetében. Ők nem tettek mást, speciális laboratóriumi vizsgálatokat fejlesztettek ki, hogy ezeket a kórképeket megtalálják, és nem elméleti kutatásokról, hanem gyakorlati kutatásokról és gyakorlati terápiákról van már szó. Tehát itt vérvételek történnek, igen, ugye? Igen, vérvizelet, székletvizsgálat, amivel analizálják ugyanígy, mint idehaza a belgyógyászaton, megállapítják, hogy milyen komorbiditással, háttérbetegséggel ben szenved ez a gyerek, és nem az autizmusát gyógyítjuk, annak a gyógypedagógiánál van a megfelelő helye, hanem ezeket a háttérbetegségeket kezelik. Tulajdonképpen akkor mondjuk, hogyha összehasonlítunk két mondjuk hasonló képességgel bíró autista gyereket, és az egyik mondjuk egy biológiai kezelés is kap, és egy gyógypedagógiai fejlesztést, míg a másik csak a hagyományos gyógypedagógiai fejlesztés szemlélet által történő fejlesztése zajlik, milyen különbséget lehet tapasztalni? Van erre vonatkozólag bármilyen tudományos kutatás már? Hát a Shaw könyvében beszámolnak gyógyulásról, javulásról, gyógyult autistákról is egyébként, de alapvetően hatalmas nagy különbség van. Ugyanis a toxikus gátlástól megszabadítják ezeket a gyerekeket, fizikai valójában a szerveik úgy működnek, ahogy mindannyiunknak kellene működni, így mind a szülőnek, mind pedig a gyógypedagógusnak nagyobb a sikerélmény, sokkal nagyobb hatásfokkal lehet a terápiákat végezni. Árpi, ugye te egy édesapa vagy, egy civil életből jössz, mégis lassan doktorálni tudsz, mert annyira belástad magad, ez hány évnek a munkája? 18. évét taposra a nagylányom, 15 éve foglalkozom ebben a biomedikális utaknak a keresésével, és az egyesületünk pedig jövő évben lesz 10 év, tehát 10 éve dolgozunk az autistákért, az autizmus ellen. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy nem csak rengeteg gyerekkel, rengeteg családdal, rengeteg történettel, nyilván nagyon nehéz történetekkel is találkoztál ebben az elmúlt több mint 10 évben, és az én véleményem az, hogy a legtöbb energiát, hitet a szülő tudja adni a másiknak, aki már megküzdötte a maga történetét, és a többiek számára ugye olyan, mint egy fénycsóva, vagy egy fáklya. Te is egy ilyen fáklya vagy, aki eloldhatatlan vagy, van benned egy belső szenvedély, és egy tűz. Igazándiból mi lenne a te célod? Vagy most így lassan már itt felállításra kerül a karácsonyfa, és akkor ilyenkor az ember úgy megfogalmazza a vágyait, vagy a jövőbe tekint. Mit szeretnél? Milyen világot szeretnél? Amiben nyilván lesz autizmus, nyilván lesz betegség, tehát sajnos azt nem tudjuk kiiktatni, de mi lenne az autistákkal kapcsolatban a te vágyad? Most az egyesület, idestova 10 éve, avval a céllal jött létre, hogy a külhonban, Amerikában,
Nyugat-Európában ismert biomedikális kezelésekről szóló ismereteket meghonosítsa, és változásokat tudjunk elérni a magyarországi orvosi protokollokban. Ez az elsőrendű célunk. Nagyon nagy álmom, hogyha a szakembereknek a szíve, a tudása kinyílna, és beépülhetne, vagy esetlegesen elindulna valamiféle párbeszéd ezekről a folyamatokról, hogy gyerekeinken segíteni tudjunk, és a már megtalált, felkutatott tényezők segítségével az utánunk jövő gyereket váró szülőket segíteni, hogy megelőzhessük azt, hogy gyerekeik autisták váljanak. Illetve a most már megszületett és kezelt autista gyerekeknek egészséges testvére lehessen. Hát Árpi, köszönjük szépen, hogy itt jártál, reméljük, hogy ezek a szívek, ezek megnyílnak, és ez a könyv eljut nagyon sok szakemberhez, és jövőre már arról beszélhetünk, hogy letették az első kövét ennek a laboratóriumnak, például ami évtizedek óta az Egyesületnek az álmai között van. Köszönjük, hogy itt voltál, boldog karácsony! Nagyon szépen köszönöm, és keressék a Mostiasz Egyesület oldalát. Nem csak Nyíregyházán, hanem Ibrányban is lesz állatok karácsonya. Erre az eseményre most szombaton, azaz december 10-én várja az érdeklődőket a Hangtalanokért Állatvédő Egyesület. Ezeket a kutyusokat pár hetes korukban egy buszmegállóban találták egy dobozban. A dobozra valaki még egy netzsákot is ráhúzott. Behozták ide az Ibrányi Állatvédő Egyesülethez, azóta már 4 hónaposak és minden szükséges állategészségügyi ellátást megkaptak. A Hangtalanokért Állatvédő Egyesület az Ibrányi önkormányzattal és német partnerekkel dolgozik együtt, de folyamatosan várják a helyi lakosok felajánlásait is. 3 évesek vagyunk, elméletileg ez egy ilyen hirtelen elgondolásból indult az egész. Nagyon sok volt itt az állatkínzás. Gondoltunk egyet, hogy próbálunk egy egyesületet létrehozni, hát ha könnyebb lesz így az állatokat menteni, mert a megalakulásunk előtt is mi már civilként mentettük az állatokat. Úgyhogy ez így pattant ki a fejünkből, 10-en összeálltunk, lett egy egyesületünk, és neki kezdtünk a munkának. És munka akad bőven, több mint 200 kutyáról gondoskodnak jelenleg. Előfordul, hogy az állatokat ott hagyják az egyesület bejárata előtt, máskor ők találnak rá az ebekre, mint például erre a 2 kutyusra, akiket az utcáról hoztak be kicsinyeikkel, őket azonban már nem tudták életben tartani. Az egyesület elnöke azt mondta, mivel a kutyatartásnak éves szinten egészen komoly költségei vannak, a lakosság egy része inkább lemond a házi kedvenceiről, sőt van, aki egyenesen hozzájuk viszi az orvosi kezelésre szoruló állatot. Az ebrendészeti telepre, Nagyhalászból is Ibrányra jöhetnek kutyák, ahol most vagyunk, ugye ide. Nyilván a másik oldal az a miénk, oda bárhonnan hozhatok mentésre szoruló vagy segítségre váró állatot, úgyhogy hát több helyről is, tehát itt a környező települések sajnos belejönnek ebbe, úgyhogy a másik oldalt található a szomszéd településekről is kutyus. Az itteniek, ezek Hajlász és Ibránynak a területéről bekerült, vagy befogott, vagy gazda által leadott kutyák, mert ilyen is van sajnos. Nagyon rossz a szem statisztika igazából, mert minden évben elmondtuk, hogy fú, nagyon rossz ez az év, de ez az év kimondottan rossz. Ez valószínű, hogy a jelenlegi anyagi helyzet, meg ez a válságos időszak miatt is, de egyre több kutya kerül ki. Tehát mindegy, hogy keverék, most már a fajta tiszta kutyáktól mindenki. Kölyköstől anyák, stb. Nagyon rossz a helyzet most ebben az évben. Nagyon-nagyon rossz. A Jobb nevű internetes oldal 85 állatorvosi praxis szolgáltatásainak adataiból arra következtetett, hogy egy kutyus éves egészségügyi alapellátása 20 és 50 ezer forint közé esik. De az első évben ez jóval magasabbra rúg, hiszen egy nagyobb testű kutya ivartalanítása elérheti a 60 ezer forintot is. Ehhez jönnek még a különféle oltások, a csippek és természetesen a napi táplálék biztosítása. Szokoli Zoltánné azt mondta, ők az inflációs nehézségek ellenére is kitartanak, és idén is megtartják az Állatok Karácsonya elnevezésű rendezvényüket, amelyre programokkal és szeretett vendégséggel készülnek. Fel fogunk díszíteni egy fotófalat, lehet a kutyusokkal majd fotózkodni, természetesen élelmet hozni, de bármi
edényeket, plédeket, takarókat, mindent szívesen fogadunk, és akkor így egy kicsit megünnepeljük az állatok karácsonyát. Nyilván jutifalatosztás lesz az érdeklődőknek, vagy akik szeretnének eljönni. Hát szeretnénk, ha minél többen jönnének, ugye jól lenne egy kis sétáltatást is beiktatni, és ugye mindenkit szeretettel várunk. Lesz fánk, zsíros kenyér, forró tejával fogunk készülni a látogatók fogadására, és lángossal. December 10-én szombaton ezt a területet fogják kialakítani a vendégek számára a Hangtalanokért Állatvédő Egyesület önkéntesei, akik egész nap várják majd a kutyabarát látogatókat. És nem csak ők, hanem az a több mint 200 kutya is, akik alig várják, hogy egy nagyot sétáljanak. Mivel az év legsötétebb időszakára esik Lucca napja, számos hiedelem és népszokás kapcsolódik ehhez a naphoz. Vendégem, kedvencem Pál István etnográfus, a Sóstói Múzeumforum nyugalmazott igazgatója. Jó estét kívánok! Azért vagy köszönöm. A kedvencem, mert amikor elkezdesz mesélni, akkor engem visszarepítesz szerintem az előző életembe, vagy nem tudom, mint egy fonóba ülnék és hallgatnám a tanítást, az okítást. Éppen valamelyik nap beszélgettünk arról az egyik tanítványommal, hogy ugye miről is szóltak végül is ezek a dolgos esték, és amikor történeteket meséltek, és különböző ilyen rémtörténeteket, vagy akár népmeséket, szóval, de mégiscsak összekötötte ugye ezeket az estéket az a dolog, hogy az ember tanult, és egyben dolgozott, és ugye felnőtt az a generáció, többek között az én szüleim is, akik szinte nem tudnak úgy tévét nézni, hogy közben egy csináljanak valamit, tehát talán, ha van egy dologtiltó nap, amikor tudják, hogy na, akkor nem szabad, akkor betartják. Így van ez szerinted? Tökéletes. Nem is tudom, hogy mindenki jöttem ide, te elmeséltél már itt mindent, de tulajdonképpen nagyon a lényegre tapintottál, hiszen a Lucca a legszigorúbb dologtiltó nap, de csak a nőknek, érdekes módon. Miért? Tehát nem szabad várni. Valószínű azért, mert ilyenkor már nincsenek a kint olyan mezőgazdasági munkák, amelyekkel a férfiakat leg lehetne akadályozni benne. Tehát hiszen már úgyse csinálnak semmit, már maximum az állatokat etetik, tehát meg feldolgozzák a termékeket, de olyan dologtiltó nap, hogy nem varhatnak, nem moshatnak, nem adhatnak ki semmit a házból, tehát nem főzhetnek, tehát előző nap el kell végezni mindent, mert a Lucca az lehet jóságos is, de lehet boszorkány is. Ez a magyar néphitben ez így ilyen kettősséggel működik, és nem véletlen az sem, hogy a Lucca az a Luxa fényesség jelentése, hiszen a Gergely naptár bevezetéséig 582-ig ez volt a téli napforduló napja. Uh-huh. Tehát ez volt a legrövidebb nappal, a leghosszabb éjszaka, és minden napfordulóhoz mindenféle boszorkány rémtörténetek fűződnek a magyar néphitben, hiszen annyi, olyan hosszú az éjszaka, hogy aki még nem volt boszorkány, az is azzá válhat tulajdonképpen. De megvan rá az esély. Megvan rá az esély, hosszabb elég hosszú az éjszaka hozzá, igen. Tehát ez, és mert ha az asszonyok ilyenkor ezeket a munkákat végzik, akkor különféle retorziók történnek. De nem csak ilyen, hogy mondjam, kegyetlen dolgokról van itt szó, hanem vannak olyan úgynevezett analógiás mágiához tartozó cselekmények is. Lehet például, ezt is mániákosan igen, nézni, ugye, a mágia. Tehát a Lucca búza ültetése. Tehát ilyenkor december 13-án szokták elültetni, vagy olyan formában, hogy 12 edénybe raknak búzamagvakat, vagy pedig egy edénybe, és ebben ennek a növekedéséből, hogy 13 nap alatt, tehát a karácsonyig hogyan hajt ki és növekszik ez a búzaszem, búzaszál, abból próbálnak következtetni a következő évnek az időjárására, a következő év termésére, a jószágoknak, meg az embereknek az állapotára, egészségi állapotára is. Tehát ez nem magyar sajátosság, hozzánk Dél-Európából jött, hiszen ez az analógiás mágia a Földközi-tenger térségétől egészen India északnyugati részéig megtalálható volt az ott élő népeknél, természeti népeknél. Ez nagyon érdekes egyébként, amit mondtál, hogy ugye a dologtiltásban nem tartozik bele például az állatok etetése, ugye hát az muszáj volt, hát nyilván nem mondhattam a marhának, hogy figyelj, igen, ma Lucca nap van, nem kapsz enni, ugyanakkor meg a Lucca
búza vetése, az is egy, hát jó, nem volt annyira fizikailag megerőltető, de azt például akkor ezek szerint lehetett. És magát a búzát azt kint, vagy pedig bent tartották? Hogy bent, ez bent, bent növekedett, hiszen a magvak azok jó időben nőnek, tehát télen vegetál, ha őszi búzát vetsz, az, az sem nő télen. Értem. Az, az kivárja a tavaszt, hogy szárba szökkenjen. Te kipróbáltad már ezt? Vetettél már, Luca, búzát? Én nem vagyok nő, hogy dologtiltásom legyen. De jó, de... Ilyenkor zárva volt a múzeumfalu mindig. Ja, értem. Otthon se vetettél soha? Valamelyik kis cseréptálkát? Cigánykereket. Nem, egyáltalán nem. Én elméletileg tudom ezeket, meg ha kell, akkor be tudom mutatni. Én ilyet nem csináltam, de olmot öntöttem, amikor volt egy olyan bemutató foglalkozásunk, és ahogy én ezeket annak idején a szakirodalomból olvasgattam, és... Nehéz lenne nekem jósnak lenni, mert nem tudnék kitalálni olyan dolgokat, amiket esetleg elvárnak tőlem. És én is belementem, egy kedves hölgynek öntöttem ki, vagy meg felforrósítottam a nyomdától kapott olmot, és beleöntöttem a vízbe, és amilyen formát kiad, a hirtelen megszilárduló olom, abból lehet következtetni valamire. Na, nekem a fantáziám nem volt olyan széles, de a hölgyet láttam, hogy annyira rá harapott erre a dologra, hogy mondtam, hogy ezt ebbe kell hagyni, mert hát nehogy véletlenül elhiggye már, amiket én mondok neki. Tehát ez a Luca búzával is így van, hogy nem ültettem Luca búzát. Akkor Luca széket sem készítettél. Luca széket sem készítettem, nem volt hozzá türelmem, bár azt hiszem, hogy a mesterségbeli tudásom az meg lenne, hogy egy széket összehozzak. De általában mi volt a szabály? Az, hogy mindenképpen Luca napkor, tehát 13-án, december 13-án kell elkezdeni, és karácsony szentestére be kell fejezni. De minden nap kell rajta valamit készíteni. A szigorúbb előírás az volt, hogy 13 nap alatt 13 féle fából kell mindig valamit hozzátenni, és ezzel el kell menni a templomba, ha katolikus vagy, és a szent misére, a karácsonyi misére elmész, oda felállsz erre, vagy ráülsz erre a székre, akkor a keresztútra kell menni. De ezt is megnéztem, a reformátusok, a protestánsok oda mentek. Azok se hagyhatták ki ezt az ittszert, hogy meg tudják, kik a boszorkányok. Mert ha te ráülsz erre a székre, akkor meglátod azokat az asszonyokat, akik eleve boszorkányok, csak nem látszik a szarvuk. De ha te ráülsz, akkor látod a szarvát, mert így megy be a templomba, templom ajtó nem férne be egyébként. De természetesen a boszorkányok mindig észrevették. Vagy lumbágója volt. Igen. De a szarva akkor sem. Aha. De hát, ha észrevették természetesen, akkor ész nélkül kellett rohanni olyan helyre, ami fedett hely hazafelé, és mert ha elkapják, akkor széttépik ezt természetesen, ez hozzátartozik a játékhoz. Úgy, ez 24-én volt már ez a... Ez 24-ére, 25-ére viradolt, akkor ott a szenteste. És azért, hogy el ne kapjanak a boszorkányok, valamilyen apró magvakat, vagy köles, vagy mákot kell magad köré szórni, mert természetesen az is elő van írva a boszorkányoknak, hogy azt, míg föl nem szedték szemenként, nem üldözhették az illetőt. Aha. Na most, ha református vagy, akkor el kell rohannod egy keresztútra, ott egy kört kell magad elé húzni, és ott beleülni. Hiába, minusz 10 fokba. Minusz 10 fokba, hiába változnak bikává, lóvá, disznóvá a ott boszorkányok, kerülni. És rohannak rád, nem szabad kilépned a körből, mert a kör az megvéd. Aha. Hát ennyi az egész, tehát tulajdonképpen minden ilyen foglalkozásnak megvan a maga veszélye. Tehát ez nem. Gondolom, hogy vannak azért leírások arról, hogy ezeket valaki végig csinálták. Olvastál ilyet? Hogy miket látta? Rengeteg leírást olvastam, azoktól született, azok mesélték, akik hallották, hogy a valakinek a valakije már látott ilyet. Tehát végigélt olyan sztorit, senki nem tudott elmondani, hogy ez vele történt meg. De hát ez a székes történet. Tehát tulajdonképpen ezek a mágiák egészen 24-ig, karácsonyig, a fény születéséig még ott tobzódnak, és utána aztán mondhatjuk azt, hogy így elvágólagosan megtisztul minden, és aztán vagy azért a népi kultúrában ezek egy-két napig elcsendesedtek, de azért a boszorkányok tovább is ott voltak. Pontosítani akarlak, nem végig van ez, hanem akkor. Aha. Akkor van. Akkor te csak készülsz erre az eseményre 13 nap alatt. Uh-huh. Ez jó, hogy jegyez meg 13 nap, tehát nem kevesebb. Tehát 13, és ez lezáródik azzal, hogy vagy széttépték az illetőt, vagy nem tépték szét az illetőt, de akkor már utána már nem érvényes egy nappal. Majd jön a tavaszi napforduló, akkor megint boszorkányoznak egyet.
Ó, Pistám, na akkor a tavaszi napfordulón folytatjuk majd ezt a boszorkányos témát, mert engem nagyon érdekelnek a részletek. Azért is. Nem erőj bele túlságosan, mert elkapod véletlenül. Nem, azért ez nem olyan, mint a Covid, reméljük. Minden esetre mi inkább itt a stúdióban, látod, már a fény felé haladunk, úgyhogy a világosság és a szeretet ragyogja be a mi szívünket, és én azt kívánom, hogy a tied és a családodét is, úgyhogy nagyon jó egészséget, áldott boldog karácsonyt kívánok neked, és köszönjük szépen ezeket a kicsit hátborzongató történeteket, várunk a jövő esztendőben is. Köszönöm szépen, ha alkalmam lesz, eljövök feltétlenül. Kedves nézők, a népszokások után különleges állatok következnek. A Magyarországon egyáltalán nem őshonos, viszont a Nyíregyházi Állatparkban megtalálható indiai orrszarvú családot mutatjuk most meg önöknek. Mamája minden lépését követi, a Nyíregyházi Állatpark rinocérosz bébije. A kicsi november 4-én látott napvilágot. A jelenleg több mint 60 kg-os csöpség 3 hónap múlva kezdi meg a szálas takarmány fogyasztását, addig anyatejjel táplálkozik. Édesanyjának, Arunának, ő az első utódja. Az egyik rekorder az emlősök között, hiszen 16 hónapnyi vemhesség után születik egy kis orrszarvú. Ő körülbelül olyan 40-50 kg-os testsúllyal született, és mindig rizikós, hogyha egy anyaállatnak ez az első borja, utódja, de Aruna, a 11 éves Berlinből érkezett állatunk, mint anya, folyamatosan figyeli a kicsinyét, és nagyon jól gondoskodik róla. Az indiai orrszarvú a többi rinocérosz fajhoz hasonlóan veszélyeztetetnek számít. Ezért az állatkertekben tenyészprogram keretében szaporítják őket. A bébi születése óriási szakmai siker a Nyíregyházi Állatpark számára. Egy végveszélyben lévő fajról van szó, ezért is nagyon fontos, hogy állatkerti körülmények között ne csak bemutassuk, hanem tenyésszük is őket. Jelenleg a világon összesen 171 egyed él állatkertekben, és ő most a 8. kisállat, aki világra jön ebben az esztendőben, úgyhogy ez hatalmas szakmai sikert jelent. Már alapvetően az is nagy dolog, hogy tenyészni tudjuk ezt az állatot, hiszen nagyon nehezen szaporodik állatkertekben. Pontosan meg kellett tudnunk, hogy melyik az az időszak, mikor összeengedhetjük a magányos életmódot élő hímet és nőstény állatot, úgyhogy nem csak a gondozók, de az állatorvosi tím is árgus szemekkel figyelte, hogy melyik az a pontos időpont, mikor a romantikus együttlétnek sikere is adódhat. Az idén 25 éves Nyíregyházi Állatpark számos szakmai sikert tudhat maga mögött. A születéseket tekintve azonban az idei év különlegesnek számít. Az indiai orrszarvún kívül 3 hónapja egy kis afrikai elefánt is napvilágot látott Sóstón. Ezzel véget ért a mai víkend. Játék kérdésünket természetesen megismétlem. Milyen szólásban szerepel a luca széke kifejezés? A válaszokat az erről szóló Facebook poszt alá várjuk. A helyes megfejtést beküldők között pedig egy arcmasszás sorsolunk ki, mégpedig egy hatóanyagos arcmasszázs utalvány, amit a kezemben tartok, ezt sorsoljuk majd Kósa Anett kozmetikus felajánlásával. Tartsanak velünk jövő héten, és köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!